magának bűnbocsánat, aki hitünket a szószékről ostorozza. Baradlai Kázmér híve Ridegvári Bence ismerteti a három baradlai fiúval a végső stádiumban lévő apjuk által nekik szánt sorsot, amelyet mindenki jól ismerhet a kőszívű ember fiaiból. A darabot a Vörösmarty Színházban március 16-án mutatják be, Selmeci Béla dramaturg átdolgozásában és Szikora János rendezésében. Ha mondjuk a diákokra gondolok, meg tudom érteni, hogyha egy kicsit úgy lekonyulnak a lelkesedésükben néhány oldal után, pedig kár. Kár, mert maga a történet, maga a regénynek a lebilincselő sokszínűsége, hagyd tegyek hozzá még valamit, humora, amit úgy nem szoktunk rá gondolni, mert hogy a kőszívű ember fia, ez egy olyan dráma, egy olyan komoly. Ez tele van humorral, és én nagyon örülök, hogyha ebből valamit sikerült ebbe az előadásba visszacsempészni. A rendező hozzátette, már a kezdetektől törekedtek arra, hogy a kiegyezéskori Magyarország nyelvezetét és érzelmi világát közelebb tudják hozni a 21. század emberéhez. Hogyan? Ebben az őrületben? Ennek az őrületnek mi leszünk az urai? Závodszky Noémi 1995 óta a Vörösmarty Színház társulatának tagja, akit szintén láthatunk majd a színpadon szombattól. A művésznő úgy érzi, kiváló társaságjátékát láthatja majd a publikum, és minden színész magára tudta ölteni szerepét. Ez az ő esetében sem volt másképp, annak ellenére, hogy az általa megformált Plankenhorst Antoinette karaktere nem a legszimpatikusabb. Nagyon szeretem, otthon érzem benne magam. Jó érzés volt sok év után végre egy kicsit nevezük gonosznak, mert ez ilyen túlzás, és nagyon egysíkú lenne, ha így fejezném ki a figurámat, de biztos, hogy nem ő a legpozitívabb karakter. És ettől, hogy ilyen színes, vagy kétszínű inkább, és hogy szóval ettől nagyon jól játszható, és nyilván ez egy színésznek, színésznőnek ez egy lehetőség arra, hogy megmutathassa magát, vagy lubickoljon benne. A kőszívű ember fiait a 16. premier után még 7 alkalommal tudják megtekinteni az érdeklődők.